Sziasztok! Ebben a videóban most három olyan horrorfilmről fogok nektek beszélni, amit szerintem érdemes lenne megnézni nektek, hogyha szeretnétek egy kicsit borzongani és félni. Az első film a Démonok között, ami 2004-es film, és mozikban is játszották, én is ott néztem meg két alkalommal. Ez egy családról szól, aki újházba költözik, viszonylag elég nagy család, tehát sok a gyerek, és elég sok paranormális jelenség fordul elő az ő házukban, a gyerekek szellemekkel beszélgetnek, vagyis kitalált emberekkel. A szülők pedig egyre jobban félnek, ezért az anyuka felkeresi a két világban is létező szellemvadászt, szellemírtót, Ed és Lauren Warrent, akik ezt a filmet is inspirálták, tehát ők mondták el ezt a sztorit, mert ez hagyott bennük a legnagyobb nyomot. Akik megpróbálják kiűzni ezt a szellemet, de nem úgy megy, ahogy ők ezt gondolnák. Eléggé nehéz kiűzni ezt a szellemet, ugyanis ő nem akar innen távozni semmi árán. Úgyhogy elég nehéz dolguk van, de végül természetesen ki tudják űzni a szellemet. Ugyanis megszállta az anyukát, azt hiszem a végére megszállja az anyukát, és ezt próbálják kiűzni az édesanyukával. Utána pedig minden szép és jó lesz, ahogy én emlékszem. Ez egy nagyon-nagyon jó film, nagyon félelmetes. A hangok azért elárulják, hogy mikor lesz félelmetes rész, de nagyon szerettem végignézni, és ugye mivel kétszer is láttam, aztán még egyszer itthon is megnéztem, ezért bátran tudom nektek ajánlani, nagyon félelmetes, tehát este azért, hogyha valaki nagyon félős, akkor nem biztos, hogy fog tudni aludni. Valaki azt mondja, ez egy rossz horror, valaki azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon jó horror. Hát döntsétek el ti, nagyon jó, érdemes megnézni, és ugorjunk is a következő filmre. A következő film a Fekete ruhás nő, amit én nem moziba láttam, hanem itthon filmen, vagyis a CD-n. Ha valami, akkor ez hasonlítható a Démonok közötthöz, mert ez is hasonlóan félelmetes, a sztori teljesen más, de nagyon-nagyon jó film. Arról szól, hogy egy fiatal ügyvéd, aki mellesleg egyébként a Harry Pottert is játsza, egy ügyfelének a hagyatéki dolgait kell intéznie, tehát meghalt a nő, és ő elmegy a házába, és megpróbál mindent felkutatni, ami neki szükség. Ez egy kisváros, ahova megy, és a helyiek nem igazán úgy fogadják, ahogy ő azt várta volna. Nagyon elutasítóak, egyetlen egy barátja van, és ő segít majd neki felderíteni ezeket a dolgokat. Ehhez a házhoz egy hosszú út vezet, ami apálydagály vízes dolgon van, tehát mindig ellepi a víz, és akkor nem lehet ugye rajta közlekedni. Ahogy ez az ügyvéd bemegy a házba, már érzi, hogy hát itt azért lesznek elég furcsa dolgok, de ez nem riasztja el, ugyanúgy megy tovább, és kezdi felderíteni a nőnek a dolgait. Eközben egy csomó-csomó paranormális jelenség történik vele, és ez a film is borzasztóan félelmetes, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szereti a horrorfilmeket. Hogyha esetleg valakit meg akartok ijeszteni, akkor ezt a filmet mutassátok meg neki, mert ez egy borzasztó jó film, és én mindenkinek csak ajánlani tudom. Van benne egy kisfiú, akitől én nem igazán tudtam aludni este, úgyhogy azért óvatosan, hogyha nagyon félősek vagytok. Oké, szóval a harmadik és egyben utolsó film, ami számomra a legfélelmetesebb és leghátborzongatóbb volt, az pedig az Annabelle. Ez a sztori kapcsolódik a Démonok közötthöz, mert Ed és Lauren Warren élte át, azt hiszem, ezt is, és ez is nagyon-nagyon félelmetes és igaz a történet. Ez a baba, az Annabelle baba, ki van állítva egy múzeumba, és úristen, nagyon félelmetes. Na szóval, a történet lényege, hogy egy terhes édesanyjának a férje ad egy babát, Annabelt. Ez a nő gyűjtögeti a babákat, és nagyon szép porcelán babáik vannak. Ez a gyűjteményének egy ékes darabja, mert nagyon-nagyon szép és nagy baba. Nos, egyik este betörnek hozzájuk egy sátánista szekta tagjai, és ott megölik magukat. A nő, aki ott megöli magát, és aki sátánista volt, annak a vére belecsöpög Annabelle szemébe,
ezáltal szabadul el a gonosz. A nővel elég sok paranormális dolog történik, miután megszületik a gyermeke, de még azelőtt is. Azt hiszem, el is költöznek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a dolog elhagyja őket, de Annabelle-t nem dobják ki, és nem tudják, hogy amiatt van ez az egész. Ez a film nagyon félelmetes, az, hogy igaz történeten alapul, és a baba létezik ténylegesen, ez még jobban félelmetes, és ez az egész félelmetes. Hogyha ti szerettek félni, akkor ajánlom nektek ezt a filmet, és én utána olvastam, és ez a baba tényleg ki van állítva egy múzeumban, és ebbe a terembe, ahol ki van állítva ez a baba, nem mernek bemenni az emberek. Egy lelkész megy be ehhez a babához, havonta kétszer, hogy megáldja. Szóval el lehet képzelni, hogy ez a baba mi is tulajdonképpen. Én nagyon-nagyon félek ettől a filmtől, és rettegek attól, hogy esetleg egyszer meglátom ezt a babát. Ezt csak annak ajánlom, akinek igen erős az idegzete. Ez lett volna mind a három film, amit most be akartam nektek mutatni, és a következőkben találkozunk. Sziasztok!